Nem szeretek fogorvoshoz járni, de ha muszáj, akkor csak is Perfect Smile. Elsősorban ékszerdoboz, csodás női kiegészítő, másodsorban autó. Egy nagyszerű autó, elektromos, Renault Megane. Volt már szerencsém sok Renault vezetni, de egyik sem volt ennyire professzionálisan összerakva. Nagyszerű anyagok sorakoznak, az illesztésekben nincs hiba. Nem kattog, nem nyekereg, semmi. A Renault majdhogy nem összerakott egy prémium autót. Az 1995 óta sikeres Megánhoz annyi köze van, mint nekem a harangöntéshez. Nem tudok harangot önteni. Nem a Megán alapjaira épült, annál ugyanis kisebb, a Clio-nál pedig nagyobb. Pont tökéletes a mérete. Eleve villanyautónak készült, saját platformra épült. Jelenleg kétféle Megane Electric létezik, a kisebb 40, a nagyobbik pedig 60 kWh aksival, az akkumulátor pedig a padlóban figyel. A kisebb aksi is 130, a nagyobb pedig 218 lóerős. Ez az erősebb. Elektromos autó lévén azonnali nyomaték van, ami azt jelenti, hogy amint letapossuk a pedált, azonnal beköszön az a bizonyos 300 Nm-es nyomaték. 1,6 tonnás francia ékszerdobozunk 7,5 másodperc alatt ér álló helyzetből 100-ra. Ami egyébként egy kellemes adat, de sokkal gyorsabbnak érezzük. A gyorsulásáról jut eszembe egy örökzöld, a banán jó a hasmenésre. Csak nem szabad kihúzni. Ha nem tapossuk szét csodás lelkét, akkor egy nagyon kényelmes, csendes, kellemes utazóautó négy személynek is. És a csomagtartója is tisztességes. Futóműve nagyszerű, kisimítja a rosszabb utakat, jól kanyarodik és kis helyen fordul. A hatótáv olyan 350-400 km, hogyha normálisan megyünk arrébb, hogyha folyamatosan a padlóig ér a jobb láb, akkor csökken a hatótáv. Alapáron képes 22 kW-tal tölteni váltóárammal, és ez esetben max. 3 óra kell neki a teljes töltéshez. A teljesen lemerült akkuba otthoni konnektorból 10 óra alatt bele lehet tölteni olyan 100 km hatótávot. Ha hibát akarunk találni, az irányváltó, az ablaktörlő és a multimédia kapcsolója meglehetősen közel vannak egymáshoz, ezért előfordul, hogy indulni akarunk, D-be akarjuk tenni, de ablakot törlünk. Egyébként meg szokás kérdése. A hátsó szélvédő tájékoztató jellegű, de van digitális tükör, ami kameraképet mutat. Ami a családi költségvetést illeti, a Megane Electric ára a forgatásunk napján 15.250.000 forinttól indul. A Megane E-Tech konkurenciája például a Cupra Born, ami drágább nála, vagy az elektromos Citroen C4, ami olcsóbb. Egyéb iránt a legolcsóbb autó jelenleg a SsangYong Tivoli. Nem túl okos kisfiú, keresztrejtvényt fejt, az apja segít neki, kerék pár hét betűvel. Na mi lehet az, fiam? Nem tudom. Mégis, i betűvel. Kirikpír. Ez csak úgy. Nagyszerű gép. Zárásként ide kívánkozik egy szép vers, amit most nem mondok el. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!